Kedves hallgatóink, néhány évvel ezelőtt nagyon erős társadalmi visszhangot keltett a kötelező szülőtartás bevezetése. Ennek értelmében a nagykorú gyermekeket bíróság kötelezheti arra, hogy anyagilag gondoskodjanak rászoruló idős szüleikről. Ezzel a törvénnyel azonban kevesen vannak tisztában, és a köztudatban számos tévhit és félinformáció kering a valódi alkalmazásával kapcsolatban is. A telefonnál dr. Haverla Szandra ügyvéd, a Haverla ügyvédi iroda munkatársa. Szervusz, sok szeretettel köszöntelek! Köszöntöm én is a hallgatókat! Az új polgári törvénykönyv 2016-tól kimondja, hogy a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben tartási kötelezettsége van. Továbbá vasszikorral elrendeli, hogy aki a nagykorú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló szülő szükségleteinek ellátásáról, ő egy éven belül követelheti a nagykorú gyermektől az ellátás ellenértékének megtérítését. Mielőtt a részletekről beszélgetnénk, pár szóban arról, hogy mi lehetett az oka a kötelező szülőtartás bevezetésének? Nyilvánvalóan több oka is van. A legfontosabb az, hogy a születéskor várható élettartam az most már 70 és 80 év közé tolódott, tehát nagyon sok idős ember még ellátásra szorul, illetve hogy a nyugdíj mértéke az sajnos nagyon korlátozott abban az esetben, hogyha a szülő vagy a nagyszülő szolgálati ideje vagy az általa befizetett járulékok miatt alacsony a nyugdíj, amit neki folyosítanak. Európában több országban is alkalmazzák már ezt a törvényt. Hol és milyen feltételekkel? Mit tudsz róluk? Igaziból ezt a törvényt már nagyon régóta alkalmazzák Nyugat-Európában is, mármint ennek a szabályait, tehát a tartási szabályokat. Ha jól tudom, a magyar szabályok egyébként kínai mintára kerültek be, ez érdekes volt nekem, amikor megtudtam a polgári törvénykönyvbe. Ami számomra tanulságos, hogy például Németországban, én a német jogot elég jól ismerem, ott nem csak, hogy a szabályok hasonlóak, mint nálunk, de ott egy táblázat segíti a bíróságokat abban, hogy mekkora összegű tartást kell, vagy lehet megállapítani a szülők részére. Tehát ott nem a bíróság mérlegel, mint Magyarországon, hanem megvannak az összegek fixen határozva. Természetesen az összegről, illetve a meghatározás momentumairól is fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben, de nézzük először azt, hogy te is említetted, a szülőtartás nem új intézmény, de mi változott 2016-tól? 2016-tól egyedül az változott, amit már említettél, hogy aki nem lenne kötelezett szülőtartásra, mégis gondoskodik egy rászorulóról, akkor ő tulajdonképpen megtérítési igénnyel élhet azzal szemben, akinek egyébként törvény szerint ez a kötelezettsége lenne. Beszélgetésünk egyik legizgalmasabb pontjához érkeztünk. Mikor kell eltartania a gyereknek a szülőt? Mikortól minősül a szülő rászorulónak? Igen, hát ez valóban a legérdekesebb rész, mert az egész szülőtartásnak az a lényege, hogy a szülőnek rászorultnak kell lennie, a gyermeknek pedig teljesítőképesnek kell lennie. Tehát ennek a két feltételnek fent kell állnia. Illetve azt azért fontos megemlíteni, hogy a gyermek akkor köteles tartásra, hogyha egyébként a szülőnek nincsen tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa. Tehát elsősorban azért ők, akik a tartásra kötelezettek, de hogyha ők már nem kötelezettek, akkor áll vagy kerül a helyükre a gyermek, a leszármazó. Akkor minősül a szülő rászorulónak? Igen, a bírói gyakorlatot érdemes itt megnézni. Az a lényeg, hogy nem rendelkezik valaki olyan keresettel, amelyben a megélhetését biztosítani tudja, akár betegség, akár munkaképtelenség, vagy az életkor miatt, vagy munkanélküli, nincsenek olyan vagyontárgyai, amiket el tudna esetleg adni, mert azért ezt is elvárja a bírói gyakorlat, hogyha valakinek mondjuk egy nagyértékű autója, vagy egyéb olyan vagyontárgya van, amit eladhatna, hogy szerényen ugyan, de elláthassa magát, akkor ő nem minősül rászorultnak. Tehát akkor ezt vizsgálja a bírói gyakorlat, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján, és hogyan teszi ezt?
Hát természetesen vallomások, nyilatkozatok, ezek a legfontosabbak, nyilvánvalóan tanúkat is meghallgat, illetve hát ott vannak a bankszámla kivonatok, azért most már elmondhatjuk, hogy mindenki rendelkezik majdnem az országban bankszámla kivonattal, és azon eléggé feketén-fehéren látható, hogy milyen kiadások vannak, mert például nyilvánvalóan, hogy luxus kiadásokra nem terjed ki a tartási kötelezettség, tehát hogyha mondjuk valaki a rászorultságát szeretné igazolni, de közben havonta nyaralni megy külföldre, belföldre, akkor nyilvánvalóan nem fogja a bíróság a rászorultságát megállapítani. De ott van egyébként a nyugdíjfolyosítótól természetesen az igazolás, hogy mennyi a nyugdíja, és akkor ezeket a vallomásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat veszi górcső alá a bíróság, és állapítja meg a rászorultságot. Mikor nem kötelezik a gyermeket? A gyermeket abban az esetben nem kötelezik, hogyha ezt a tartást, a szülőtartást, a saját tartása veszélyeztetése, vagy a vele együtt élő kiskorú veszélyeztetése árán tudná csak prezentálni, vagy teljesíteni. Ebben az esetben ő nem minősül teljesítőképesnek, és akkor nem kötelező. Tehát a jogi nyelvet lefordítva, hogyha nem tudná ellátni a gyermekét, vagy magát, akkor, vagy magát, akkor, hogyha segíteni, tehát a saját szüleit is segíteni kellene. Ez teljesen érthető. Oké, na de mikor válik érdemtelenné a szülő a tartásra? Mert ugye erre is kitér a polgári törvénykönyv. Igen, ez így van. Nyilvánvalóan ezt is tehát amiről már beszéltünk, úgy állapítja meg a bíróság, ez is mérlegelés kérdése, de általában megvizsgálja a szülőnek az életvitelét, itt a társadalmi közfelfogást vizsgálja, ami nyilvánvalóan nem egy exakt fogalom, de például, hogyha szerencsejátékot űz, vagy alkoholizál, vagy egyéb ilyen életmódbeli szokásai vannak, az egy negatívan befolyásoló tényező, illetve hogyha valamilyen olyan magatartást tanúsította leszármazójával szemben, vagy mulasztott el valamit vele szemben, amit úgy ítél meg mondjuk a bíróság, hogy ez érdemtelenné teszi őt a tartásra. Jellemzően kiket érinthet, mely családokat a kötelező szülőtartás? Hát nyilvánvalóan azokat a családokat, akik alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, ahol a szülők alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, mert ahogy említettem, ők azok, akik rászorulnak, mert nem tudják magukat a nyugdíjukból, illetve egyéb vagyontárgyékból, keresetükből eltartani. Hogyan előzhetjük meg, vagy kerülhetjük el ezt a kellemetlen procedúrát? Hogyan lehet elkerülni a kötelező szülőtartást? Mindenki az öngondoskodást próbálja népszerűsíteni ebben a körben, és olvastam olyat is, esetleg ez is átgondolandó, hogy nem csak a saját magunk nyugdíjas éveire érdemes félretenni különféle nyugdíjbiztosítási rendszerekbe, hanem esetleg még, ha tudjuk, hogy a szülőnknek nagyon alacsony lesz a nyugdíja, és nem fogjuk tudni őt emberhez méltóan segíteni, akkor esetleg az ő részére is lehet takarékoskodni. A takarékoskodás az mindig javasolt. Nem csak szülőtartás, hanem rokontartási kötelezettségről is szól a törvény, ahogy a bevezetőben is említettem, és amit te is megerősítettél. Szülők, rokonok, gyermekek, hogyan alakul a tartási sorrend? Hát, ahogy említettem, elsősorban a házastárs volt házastárs, élettárs volt élettárs, és akkor utána következnek a gyermekek, illetve az ő leszármazóik, unoka, dédunoka, tehát ők, akik a sorrendben egymás után következnek. Természetesen létezik még a polgári törvénykönyvben, illetve a jogrendszerünkben testvértartás, illetve egyéb gyermektartás, ugye ez a legelterjedtebb tartási kötelezettség, de ezek azért nem sorolhatók ide ebbe a témába, amit most beszélünk, tehát a szülőtartás témájába. Hát a második legizgalmasabb pont, mekkora összegről lehet szó? Hát igen, itt a jövedelem maximum 50%-a, amit a bíróság megállapíthat, de természetesen megállapodás szerint bármekkora összeg lehet. Ami fontos, hogy a bírói gyakorlat nem a kimutatott, hanem a valódi jövedelmet tekinti
alapnak. Hát itt is ugye a mondjuk a gyermek vagy az unokának az életvitele, a bankszámla számláján a mozgások, ezeket veszik alapul, tehát nem feltétlenül csak a minimálbéren bejelentett munkavállalói, vagy a munkáltató igazolást, igen. Hogy néz ki a kötelező szülőtartás a gyakorlatban, a valóságban? Volt már előtted példa? Igen, hallottam már ilyen esetekről. Annyira szerencsére nem gyakori, mert még az erkölcsi parancs általában még megvan az emberekben, hogy az őket felnevelő szülőket megpróbálják azért peren kívül emberhez méltóan segíteni. Azonban sajnos vannak olyan esetek, amikor ilyen úgynevezett szeretett perek zajlanak, amikor a szülő bepereli a gyermekét, hogy tartsa őt el, és akkor egy összeget állapítson meg a bíróság részére, amit folyosítania kell neki. Sőt, olyan esetek is vannak, amikor valaki bosszúból indít ilyen pert, nem is rászorult, tehát ott már rögtön a per elején kiderül, hogy nem lett volna rászorult, de valamiért megharagudtak egymásra, és akkor úgy gondolják, hogy ezt nem megbeszélik, hanem majd ott a bíróságon jól kiszúrnak egymással, és ilyenre is van sajnos példa. Két témát is felvetettél, először az elsőre kérdezek rá, említetted, hogy egy meghatározott összeget ítél meg a bíróság, amely akár a jövedelem 50%-át is elveheti. Ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk egy gyermek esetén a tartásdíjat, hogy a gyermek a szülőnek havonta utal át összeget, vagy ez inkább természetbeni segítség? Nem, ahogy mondtad, pénzbeli, tehát a bíróság pénzbeli megállapítást tesz, vagy kötelezvényt. Természetben itt nagyon ritkán, illetve csak akkor, hogyha senki nem tiltakozik ez ellen, de természetesen bíróságon kívül a felek akármiben megállapodhatnak, akár gondozásban, akár élelmezésben, akár lakhatásban, tehát hogy ezt a tartást, ezt azért nem feltétlenül csak pénzben lehet nyújtani. És akkor a másik téma, amit felvetettél, az úgymond a bosszú, hogy az hogyan kerülhető el az a helyzet, hogy a kapcsolatok megromlását követően a szülők egyfajta fegyverként használják a törvény adta lehetőségeket? Jogászként erre nem tudok sajnos válaszolni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az erkölcsi tartására van bízva, hogy az ilyen problémákat nem bíróság előtt kell megoldani, hanem családon belül beszélgetéssel és szeretettel. Erre csak ezt tudom mondani. És hát ez lesz a zárszavunk. Szerintem ez egy fontos üzenet. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percemen, dr. Haverla Szandra ügyvéddel, a Haverla ügyvédi iroda munkatársával beszélgettünk. Köszönöm.